A te életedben voltak olyan nagy traumák, vagy legalábbis egy, amikor gödörbe kerültél, és a személyiséged újraépítésével kellett valahogyan foglalkozzál? A bukás, ugye ez egy magányos műfaj, akkor szembe kellett néznem valamivel, mégpedig az, hogy nekem sem sikerülhet minden. Sok bukásom volt, persze nekem is, tehát az ember azért. De hogy az a személyiség átalakulásával jár-e, nem tudom. A te életed úgy tűnik, mintha ilyen tudatosan kézben lett volna tartva, én meg sokszor az ösztöneim mentén mentem. Ugye van ez a mondás, ezt nagyon szeretem, hogy szellemes dolog, hogy az ember néha belebotlik az igazságba, elveszti az egyensúlyát, de utána visszanyeri, és megy tovább a tévedések országútján. Én azért nem hiszek a komfortzónában, mert hogy azt tudom mondani, hogy a hegymászónak a hegymászás a komfortzónája. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy nincs jól a bőrében, akkor valószínűleg nem találta meg a komfortzónáját valójában. Ismert emberek nem ismerkednek internetes társkeresőn. Biztos te sem voltál rajta sose. Mert bevallom, hogy még nem próbálkoztam vele. Ugye, hogy nem? Zsolt azt mondta, hogy mikor lesz a Székelyből román, ha átjön Magyarországra, és mikor lesz belőle magyar, ha megmessze a Monteverestet. A személyiségem akkor alakult, amikor Zsoltot elvesztettem, hogy jó, akkor itt nincsen mese, tehát én nem fogok visszatérni a hegyre, itt nekem anyaként kell helyt állnom. Hogyha nem jön ez a tragédia, akkor nem változtál volna annyit? Ez egészen biztosan így van. Minél bölcsebb vagy, minél érettebb vagy, annál jobban engeded, hogy ez a sorsodnak ez az áramlata, ez így vigyen. A kulcsa az egésznek a bizalom és a biztonság, és ezt kell fölépíteni nagyon hamar. Amikor valaki azt mondja nekem, hogy ő tudja, hogy ő kicsoda, az gyanús. Ez gyanús. Annyira dinamikusan változik tulajdonképpen a személyiség, hogy ma nem az vagyok, aki voltam 3 évvel ezelőtt? Vagy hogyha az vagyok, az baj? Nem lehetsz az. Van az az életkor, amikor az ember rájön arra, hogy az, hogy boldog legyen és derűs, nem többre van szüksége, hanem kevesebbre. Ön például teljes életet él? Az élet engem sem kimél ebben a vonatkozásban, és erre már rájöttem, hogy nem kell magamtól elvárni, hogy csak azért, mert amúgy ezzel foglalkozom, tökéletesen, problémamentesen, mindig szépen, mindig fitten éljen az életem, meg vannak a magam gondjai. A személyiség változás, a személyiség átalakulás az adottság is, de ugyanakkor magunk is előidézhetjük, ha elég tudatosak vagyunk. Illetve még egy dolog tetszett benne, hogy van egy felosztása az életnek általa, ami arról szól, hogy az elején küzdesz, megszerzel javakat, megvalósítod önmagadat, de van egy kor, amikbe beleérsz, ahol már meg kell tanulnod elengedni dolgokat, és akár a saját egykori önképedet is engedd el, mert ha beleragadsz abba, akkor a hátralévő életedet nem biztos, hogy jól tudod leélni.